Mindenkit Necrocrim vagyok, és jöjjön egy kis Warframe modolási technikák, hogy miért csinálom ezt a videót? Azért, mert felraktam azt a néhány videót mostanában ugye a csatornába, és egy jó páran kipróbáltátok a Warframe-et, és gondolom azért mostanra eléggé el lehettek vezve, hogy mik ezek a modok és mi mire jó. Úgyhogy most be fogok mutatni egy ilyen modolási technikát, illetve kétfajta technikát és kétfajta karakternél. Meg fogom mutatni egy ilyen általános modolási technikát, ami minden helyzetre nagyjából megfelel, és egy olyat, ami egy kicsit specifikusabb, és kihasználja mondjuk az adott Warframe-nek a lehetőségeit, és azért én csinálom, ha bár még nincs sok órám a Warframe-ben, azért most már benne van egy 300 lassan, azért csinálom, mert még emlékszem azt, hogy milyen volt arra, amikor még alig voltak jó módjaim, és hogy hogy állítottam úgy össze a Warframe-eket. Úgyhogy most itt van az Ember Warframe, ami általánosan egy a képességeire támaszkodó Warframe tulajdonképpen, és érdemes neki a képességeit felerősíteni, és így lehet elosztani a karaktereket, hogy tudod, hogy képességeire tudsz támaszkodni, ő egy erőkarakter, aki inkább a kardozásban megfelelőbb, mint abban, hogy erős képességei vannak, és a többi. És a többi, de most nézzük ezt a bizonyos modulási technikát, ugye belépünk az arzenálba, rányomunk az upgrade-re, van nekem itt már egy A konfigom, és megcsinálunk egy általános konfigot B-nél tulajdonképpen. Egy olyan dolgokból állítjuk össze ezt a konfigot, hogyha kezdő vagy, meglegyenek lehetőleg neked is ezek a modok, mert itt azért van egy-két mod, amit későbbiekben fogsz tudni megszerezni, vagy igazából nem is fogsz nagyon tudni megszerezni, csak hogy ilyen alert mission-ökre mész. Na most a modolási technikáknál egy bizonyos dolgot kell nézni ezeknél a kis üres négyzeteknél. Itt van ez a kis jelecske, ha látjátok az egeret. Ugye ezek a jelecskéket, hogyha ezek egyeznek, mint a modoknál, amit látjátok itt, ugyanaz a jelecske, hogyha belerakom ezt ide, akkor gyakorlatilag fele annyi pontba fog kerülni a modnak az értéke tulajdonképpen. Mert ugye itt 10-be kerülne, hogyha ide rakom, akkor 10-et emészt föl, de hogyha ide rakom, csak 5-öt emészt föl. Innen tudjátok, hogy mennyi pontot emésztetek föl. Tehát még egyszer, látjátok, most már 50 pont, innen 55 pont. Szóval ennyi lenne a lényeg. Ez itt ugye az úgynevezett aura mod. Az aura mod gyakorlatilag valahol erősíti az összességében a Warframe-et, és plusz pontokat ad, amit fel tudsz használni. Mire gondolok itt? Megint csak ugye kinézed ezt a jelecskét, ezt így kezdőszinten, kinézed a jelecskét, fogod, és kikeresem azt az aura modot, Steel Charge nevezetű, hogyha van aura modod. Látjátok, 9-be kerülne eredetileg, és így aztán gyakorlatilag, hogyha beraksz egy aura modot egyező jelecskével, megduplázza a pontszámaidat. Most már 78 pontot használhatok fel a 60 helyet. Igen, tudom, hogy esetleg a te páncélodnak csak 30 helyet tudsz felhasználni, azt úgy lehet kivédeni, hogy van itt egy ilyen, hogy Actions gomb, és itt van egy olyan, hogy Orokin reaktor. Na, hogyha szerzel egy ilyen Orokin reaktort, és beleépíted a Warframe-edbe, akkor a 30 pontodat 60-ra duplázza. Hogyha beleépíted a aura modot, akkor az aura mod pontértékét megduplázza, és ettől van az, hogy én 78 pontot tudok jelenleg felhasználni a Warframe-nél. Na most, mire kell ügyelni legfőképp egy Warframe-nél tulajdonképpen? Van egy-két mód, ami kötelező szinten részt vesz egy általános Warframe felépített, egy általánosban, nem egy specifikusban tulajdonképpen, és az itt a Redirection, ugye itt láthatjátok, ez egy sima alap Redirection 40% plusz pajzsot tud adni, úgyhogy hogyha a redirection-öket még összemodolod, azt is arról is majd lejtünk egy pár szót, ha a redirection összemodolod, akkor lesz, erősebb lesz a shield, de jelenleg nekem 400%-on van, majdnem teljesen ki van húzva. Beteszel egy redirection-t, és ha itt megnézitek, ki is veszem, ezek azok az értékek, amiket figyelni kell egy Warframe-nél. Armor, Health, Power, Shield, Stamina,
power duration az azt jelenti, hogy meddig tartson a képesség, power efficiency mennyire legyen effektív a képesség, power range, hogy milyen széles körben hasson a képesség, a power strength pedig, hogy mennyire erős legyen az a bizonyos képesség. De ugye elsősorban most erre figyelünk, hogy ezeket megpróbáljuk megnövelni, és most jön egy általános összeállítás, aztán később egy specifikusabb összeállítás. Tehát felrakom azt az úgynevezett redirection-t, és akkor már is a shieldem ugye 300-ról megnőtt 700-ra. Gyakorlatilag. Jöjjön a következő lényeges dolog, ami egy általános Warframe összeállításban jól jön és hasznos, az az úgynevezett Vitality, ami több életet ad. Tehát egy sima Vitality plusz 40% életet ad, és ugye egy felhúzott Vitality az már kezd egyre többet adni. Azt is be fogjuk tudni ide rakni, és akkor a 300 életből már 620 életet. Azért nem ide rakom, mert a két kis jelecske nem egyezik, ugye. Ahhoz, hogy egyezzen a két kis jeleske, mondjuk belerakunk gyakorlatilag, hogyha például az armoron akarunk erősíteni az embernél, akkor kell az a Steel Fiber nevezetű kis cucc. Ez felerősíti az armort. Erre annyira nem lényeges figyelni, csak akkor, hogyha egy nagyon tank karaktert akarsz felépíteni. Tehát a Steel Fiber, ha megnézitek, itt az armornál fog módosítani egy jó adagot. Tehát 170 armort fog adni, de viszont ez egy olyan karakter, aminek a képességére támaszkodik, hogy az armor annyira nem szükséges. Tehát egyre ott vagyunk, hogy húztunk az életem, húztunk a shieldem, most jöjjenek egy kicsit a képességek. Tulajdonképpen itt van ez az úgynevezett stretch kártya, ami a hatótávját a Warframe-nek megnöveli. Tehát gyakorlatilag, hogyha ezt felrakjuk egyező jelecskébe ráadásul, akkor fele annyi pontba fog kerülni, ugye, és power range 100%-ról 145%-ra növekszik meg, mert egyébként is az embernek van egy olyan képessége, ami ilyen tűzgolyó, tűzeső kezd el esni, és azt egyre szélesebb körben fogja megcsinálni a stretch nevezetű kártyával. Nos, következő dolog, amit még be lehet építeni a Warframe-edben. Most úgy próbálom válogatni a dolgokat, hogy aranymodok nélkül gyakorlatilag, mert ezek az aranymodok itt eléggé erősítik még a képességeit, de próbálok egy olyan általános kezdő Warframe modot csinálni, ami úgy mindenkinek meg fog felelni, és hol van az a kis kártya? Quick Rest, igen, itt van. Ez a Quick Rest feltölti gyorsabban a staminádat, az azt jelenti, hogy több energiád lesz, hogyha kardozásra kerül sor tulajdonképpen. Én annó ezt is kifolyoztam. Gyakorlatilag mindig fullon volt a staminája a karakternek, így aztán a kardommal erősebbeket tudtam ütni és effektívebben kihasználni, úgyhogy nem egy rossz dolog tulajdonképpen egy általános összeilletésben egy kezdő Warframe-nél, hogy ez ott legyen tulajdonképpen. Ennyi erővel tulajdonképpen a Steel Fiber is ott van, és ezek mind a karakternek az álló képességeit fogják megerősíteni tulajdonképpen. Miket raktam én, mert szerintem nagyon sokat... Ja igen, a Shield Recharge, az is egy nagyon jó dolog. Ez azt jelenti, hogyha netán elkezd lemenni a shielded, akkor 90%-kal gyorsabban fog visszajönni. Tehát gyorsabban tudsz visszajönni akcióba, vagy netán, ha elmenekülsz, nem leszel akkora nagy bajba. És azt hiszem a többi gyakorlatilag modomat így nagyjából el is adtam. Szóval azt mondanám, hogy ez egy olyan dolog, hogyha megnézitek, egy olyan összeállítás, ami rágyúrt a különböző erősségeire a Warframe-nek, tehát az élet erősségére tulajdonképpen rágyúrt a Warframe-nél. Nos, aztán ugye mivel mondtam, hogy ez egy olyan karakter, ami az erejére támaszkodik, későbbiekben fogtok szerezni egyre jobb modokat, és nagyon egyszerű modokat megfejteni, rámész és írja, hogy Power Max, ugye rámész, írja, hogy Power Duration, szóval elég egyszerű a modokat megcsinálni, és hogyha tudjuk, hogy egy olyan karakterünk van, ami gyakorlatilag a képességei erősek, akkor gyakorlatilag kihasználhatjuk azokat a képességeket. Itt van egy például plusz 28-as Power Duration plusz Knockdown Recovery. Na hát ez elég jól jön, akkor berakjuk. Itt van egy Continuity, ami Power Duration-t ad, és ha megnézitek itt a számoknak a változását ezen a téren, akkor
gyakorlatilag látni fogjátok a változásokat, és tudom, hogy ez a karakter az erejére tud támaszkodni nagyon, ezért még ráraktam a Power Duration-re, hogy még hosszabb ideig tartson a képessége, még hosszabb ideig tartson távol magamtól az ellenfeleket. Ugye most már 158%-ig van az, van egy flow, ami Power Maxot fog adni, azt is érdemes így berakni, hogy kevesebb pontba kerüljön gyakorlatilag. Most a Power Max 225-ről 450-re ugrott, ez azt jelenti, hogy több energiát használhatok fel arra, hogy ellőjem a képességeimet. Azért 450, tehát 250-450-re majd a duplája, az azt jelenti, hogy nagyon sokszor ellőhetem a legfőbb képességemet is, mert kevés energiát fogok felhasználni. Vagyis hát ugyanannyi energiát használok föl, de gyakorlatilag ugye több energiám van mind arra, hogy felhasználjam a fő képességeket. Még a redirection az egy kötelező elem, gyakorlatilag azt mindig berakom, hogy shieldem legyen, és gyakorlatilag a shieldem jelenleg 700. Az életével annyira nem törődök az Embernek, mivel a képességére támaszkodom, és a shieldem elég magas gyakorlatilag. Amit elfelejtettem jelenleg berakni, az pedig az az aura mod, mert azt is be kell rakni azért, hogy megduplázom a pontjaimat, most már 44-et tudok felhasználni. Még gyakorlatilag itt a streamline, ami az effektivitását adja az erőnek, akkor még azt is fogom és berakom, sőt, megnézem, ez is 9-9, jó. Berakom a streamline-t, akkor gyakorlatilag a power range már 145% lett a 100%-ból, ugye a power efficiency 130% lett a 100%-ból, és még valami a power strength-nél rárakunk. Van itt egy úgynevezett Power Strength, ennél vigyázz, vigyázni kell, mert a plusz 30% Power Strength az még jelenleg, de mínusz 15%-ot levesz a Duration-ből. Vagyis most már a Duration 143% lett 150-ről, és a Power Strength viszont megemelkedett 130%-ra, magyarul nagyobbat és erősebbet üt a képességem. Későbbiekben szereztek egy olyan modot, aura mod, egy olyan modot, hogy Vigor, ami shieldet és életet ad, azt szinte minden karakternél érdemes berakni, és egy kötelező darab tulajdonképpen, és legvégül ugye jön a stretch, ami megnyújtja a hatótávját az erőnek, és akkor íme egy olyan karakter, ami arról szól, hogy az erejére támaszkodik leginkább, amit láthatjátok. Tehát nincs annyi életem, nincs annyi armorom, mint a réginél, viszont van jó sok shieldem, van jó sok energiám, és jó erős erők vannak egy olyan karakternél, aminél szükséges, hogy legyenek erők. Nos, ennyi lett volna egy alap és egy karakter specifikus összeállítás valahol egy kezdő és egy ilyen középhaladó szinten, és azokat érdemes eljátszani tulajdonképpen. Akkor most jön egy másik karakter, egy ilyen tank karakter gyakorlatilag, aminek a képességei inkább arról szólnak, hogy ő maga legyen erős, és kardozásról szólnak, és arról szól, hogy ő megy és zúz, és nem nagyon tudja megállítani őt sem. Ugye rámegyünk az upgrade, de természetesen berakunk ide is egy aura modot, hogy több pontot tudjunk felhasználni, és én ezt a karaktert igyekeztem úgy összeállítani, hogy az ne feltétlenül az erejére támaszkodjon, hanem inkább a élet erejére, tehát armor 325, health 420, power, azért nem gyúrtam rá nagyon az életre, mert van 1230 shieldem, és gyakorlatilag az nagyon sokáig elég tud lenni arról, hogy kihúzzam a társaimat a bajból, vagy kihúzzam magamat a bajból, nem beszélve arról, hogy ennek a karakternek van egy olyan képessége, amivel gyémánt páncél tud maga köré vonni, és amíg az le nem fogy, sebezhetetlen vagy bármivel szemben sebezhetetlen, úgyhogy ezért is rágyúrtam nála a power efficiency-re gyakorlatilag, hogy jobban bírja a sebzést ez a gyémántbőr, és van neki egy ultimate képessége, amivel ha a földbe lép, így elesnek az ellenfelek, és így felrobbannak, és akkor ennyi erővel még rágyúrtam a power strength-re is. De miket raktam be? Ugye a fast deflection, ugye, hogy a shieldem gyorsan töltődjön vissza, nagyon fontos, mert 1200 shieldem van, ha az gyorsan nem jön vissza, akkor gyakorlatilag ugyanolyan, mint hogyha ilyen 200-300-400-as shieldjeim lennének, úgyhogy számomra fontos volt az, hogy a shield gyorsan visszajöjjön. Steel Fiber, azért, hogy az armorját megnöveljem.
Ennek a helyére sokan berakják ehhez a karakterhez az úgynevezett kicsit gyorsító perket, hogy gyorsabban mozogjon, mert ez egy karakter tank, lassan mozog, de igazából, hogyha meg tudod kezelni a Warframe mozgás kultúráját, akkor nincs szükséged a gyorsításra. Úgyisten igazából, ezért beraktam egy plusz armort, beraktam a power strength-et, amit mondtam, hogy egy kicsit az erejére gyúrjunk rá az erőnek tulajdonképpen, de itt ennek a karakternek nincs szüksége arra, hogy hosszú ideig tartsanak ki a képességeik, ezért nem sajnáltam azt, hogyha levett a power duration-ömből. A lényeg úgyis csak a gyémánt páncél tulajdonképpen, mert ez egy tank karakter. A redirection, a 400%-os shield, a vigor, hogy egy kicsit ráadjunk az életre is, ha netán baj lenne. A streamline, ugye beszéltem az efficiency-ről, hogy jobban bírja a gyémánt páncél, és gyakorlatilag a flow azért, hogy több energiám legyen, amit felhasználok. Gyakorlatilag 300 van jelenleg, tehát több energiám legyen, amit felhasználok, többször tudjam elsütni azt a bizonyos gyémánt páncélt. Ezt a karaktert egy nehéz küldetésekre viszem, ahol kell a sok shield, és nehezebb megcsinálni, és ő tud menni előre, különösebb akadály nélkül. Szóval nagyjából így lennének összeállítva. Idővel, ahogy elkezdesz egyre jobb lenni, egyre jobban specifikusan tudod összeállítani a karaktereknek a képességeit, és tudni fogod, hogy melyik karakter milyen, és úgy állítod össze a képességeit, hogy mit csináljon az a bizonyos karakter, minek lejenek erősségei, de a legtöbb karakternél, mindegy, hogy mit választasz, általánosan vannak olyan dolgok, mint a redirection, a vitality, vagy a vigor, ebben az esetben ezek a módok, amelyek képesek, és gyakorlatilag jelenleg várjuk csak melyik karaktert használnak. Gyakorlatilag képesek kihasználni a karaktereknek a maximális képességeit, hogy mire jó. Gyakorlatilag jelenleg őt hullozom ki, úgyhogy őt fogom berakni, hogy ne felejtsem el. Jöjjenek a modolások. A modolási technikánál ugye gyakorlatilag azt csinálhatod, hogy összeolvasztod a modokat. Mire gondolok? Itt például kétféleképpen kezdhetsz el modolni. Jöjjön. Nagyon egyszerű egyébként beállítani a modokat, ha rámész az összeset, de vannak külön Warframe modok, Aura modok, pöcsöm tudja még több modok, még több modok. Én általában rámegyek az összesre, és itt beválasztom azt, hogy név szerint legyenek berakva, így aztán tudom mindig, hogy mit modolok. És nagyon egyszerű, a modolásnak talán az egyik leglogikusabb és legegyszerűbb módja, hogyha Warframe-en keresztül történik. Jelenleg ő még nincs nagyon kifullazott, de tegyük fel, most én a redirection-ot akarok rágyúrni. Rámegyek ide erre a feliratra, hogy mods, és helyből kihozza azt, ami a Warframe-edre fel van rakva. Szóval gyakorlatilag kiválasztod ezt itt, rámész, hogy mods, ugye rámész, hogy modold, kiválasztod itt a kis végtelen jelecskét, hogy összes, név szerint be vannak rendezve sorrendbe. Redirection? Vajon van még nekem redirection-öm? Hát valószínűleg van még redirection-öm. Elmegyek gyakorlatilag az R betűig. Kicsit arrébb. Itt van a redirection, ugye gyakorlatilag van belőle 30 redirection-öm. Hát akkor azt mondom, hogy én azt összeolvasom most a redirection, és itt megy följebb a csík, csak már eléggé hogy is mondjam. És egyébként bármilyen szükségtelen modot össze tudsz olvasztani a mostani mododdal gyakorlatilag, és csak nézd a pénzösszeget, mert el fog fogyni, és nagyon durván sokba kerül. És a másik lényeges dolog a modolásnál van itt az úgynevezett Fusion Core. Tehát ezek a Fusion Core-ok arra valók, hogy megboostolják a modolást, és ezekkel lehet talán a legjobban boostolni egy bizonyos szempontból. Tehát őket is kiválasztod, a Fusion Core-okat sose ad el. A Fusion Core-ok a megmentőid ahhoz, hogy modolhass, hogy jobban modolhass. Főleg ezek a bizonyos Aran Fusion Core-ok gyakorlatilag, mondjuk kiválasztok egy 5-öt, ezek sokkal jobban tudnak modolni. Csak ugye 39 ezerbe kerül, volt már, hogy 100 ezreké modoltam csak egy kártyát, főleg ezt a Redirection nevezetűt, hogy végre kifullozzam. Úgyhogy így kell modolni tulajdonképpen. Kiválasztod azt a modot, amit éppen akarsz modolni, és
Furra kivonol, furra kihúzod, hogyha arról van szó. Ennyi. Ennyi lett volna ez a modolásnak a nagy trükkje ilyen kezdőszinten, aztán minél jobb modokat kapsz, annál jobban kiismered a karaktereidet, annál jobban kezdesz el játszani, és annál jobban kezdesz el majd figyelni a modolásra, mert a karaktereid ezáltal válnak sokkal erősebbé. Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm a figyelmeteket, akkor a következő Warframe videóig. Sziasztok!